tizedik bál, úgyhogy egy igen szép évfordulóhoz értünk. Annyit is el kell árulnom, hogy én amikor 2009 őszén felvetették a kollégáim, akkor hát nagyon tartottam ettől, és azt gondoltam, hogy hát nem tudom, próbáljuk meg, aztán mi lett belőle. Nagyon köszönöm, hogy ismét eljöttek, és ezzel a kórházunk mellett hitet tettek, kiállnak az intézményünk mellett, hiszen itt nem csak az anyagi támogatásról van szó, persze azon túl, hogy egy jót mulatunk, hanem arról is, hogy a támogatásukkal is itt létükkel támogatják a kórház fennmaradásnak, működését. Bonyhárdon évtizedek óta szívügy a kórház ügye. Elég csak emlékezni azokra az időkre, amikor a bezárás veszélyeztette az intézményt, és ezt a helyiek aláírásgyűjtési akciója akadályozta meg. Szabó Tibor alpolgármester ezekre az eseményekre is emlékezett. A bonyhádiak már többször tanúbizonyságot tették arról, hogy mennyire fontos nekik a kórház, hiszen természetesen a mi polgártársaink dolgoznak a kórházban, a mi betegeink, illetve a családtagjaink feküsznek a kórházba adott esetben, vagy látják el őket, és ezért már annak idején 2007-ben is bebizonyította a város, hogy mennyire fontos, amikor megérintette a kórház bezárás réme a várost, akkor napokon belül, mondhatom, körülbelül egy hét alatt több mint 14 ezer aláírást gyűjtöttünk, hogy megakadályozzuk ezt. Sikeresen tettük. Aztán néhány évvel ezelőtt a Richter Egészségváros szervezett egy programot Bonyhádon. Itt szintén egy emberként mozdult meg a város, és egy nap alatt több mint közel 8,5 millió forintot gyűjtöttünk össze a kórház javára. Nagyon fontos a kórház. A kórház működését biztosító állami finanszírozás nem engedi meg a dúskálást. Itt is, mint az ország többi ilyen intézményében, meg kell gondolni, mire ad ki pénzt az intézmény. Barca Zsolt főigazgató elmesélte, 10 év alatt a bálból összegyűlt források sok beruházás és képzés pénzügyi alapját biztosították. Mondhatom igazából, alulfinanszírozottság, ez egy kronikus helyzet már nálunk is, mint ahogy szinte az összes többi kórházban az országban. Ez elég hosszú ideje tartó dolog, de azért úgy évvégenként hogy az állam mindig beletesz a kórházszektorba egy bizonyos konszolidációs pénzt, amivel ugye a következő év az úgy nagyjából teljesíthető. De aztán jön az újabb évvége és az újabb konszolidáció. Ez nagyjából így történik most 2011 óta. Úgyhogy ami a jó hír, hogy a Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet működik, nyújtjuk a szolgáltatást a betegeknek, szélesítjük is az ellátási spektrumunkat, ellátási területünket, több új szakrendelést próbálunk beindítani. Természetesen ez kapacitás és szakember függő, de én azt gondolom, hogy ez a helyzet most így, úgy látom, az elmúlt 10 évből visszatekintve uralható. A 10 éve tartó bálozási sorozat kezdettől fogva nagy érdeklődésre tartott számot. Ebből fakadóan jelentős bevételt is hozott. Az elejétől kezdve az érdeklődés az egyre nőtt, nagy volt és egyre nőtt azóta is. Tavaly értük el a csúcsot, mert majdnem 400 ember jött el a tavalyi bálunkra. Remélem, hogy ebben az évben is lesznek közel ennyi. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 10 évben ezt megszerették és várják is. Ez jól látszik, amikor megkérdetjük a jegyeladás időpontját. Attól kezdve néhány nap vagy néhány héten belül elfogy az összes jegy. Aztán újabb és újabb termeket kellett itt kinyitni, hál' Isten az elmúlt években. Úgyhogy remélem, hogy ez a jövőre is így lesz. És egyébként pedig nekünk ez az itteni bevétel, ami tavaly kiugró volt, hiszen 1 millió 100 ezer forintot tudtunk a Minvazív Alapítványunk javára beszedni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hiszen mindig van egy kis tartalékunk, ami az évközben nyúlni lehet, bármilyen költség adódik abban az esetben. Nos, idén is pont ennyi, 1,1 millió forint gyűlt össze. A tervek szerint a bevételből a fertőzések megelőzését segítő berendezéseket vásárol majd az intézmény, illetőleg a pénz egy részét képzésekre fordítják ebben az esztendőben.